férfiak jönnek hozzám és beszélgetünk erről, hogy ez mitől fog megváltozni. Ilyen visszatérően jelentkezik állandóan. Társválasztás, párválasztás, szerelem, szenvedély kilelkesít, kinyűgöz le, és másrésztről meg, hogy jó, de ez mitől állandósul? Tehát, hogy mitől múlik el, úgymond a vadász szenvedély? Miért nem lesz egy hét vagy egy hónap múlva valaki más érdekesebb? És sok férfinek van ez a, és ezért magyarázom most az egészet, hogy nem működik úgy a kémia, ugye? Persze, hogy nem működik úgy a kémia, mert már megszexeltem tetszőleges pozícióba, és kiéltem az ezzel kapcsolatos fantáziáimat, és mint minden klasszikus bika, ha csak az ösztön szinten nézem, már egy következő tehenet szeretnék. Tehát, hogy ugye a kémia alapján kapcsolódni lehet, a kémia alapján működni viszont már nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezt választani tudja, a férfinak meg kell értenie azt, hogy nem a szerelem a helyes orientáció. Szeretettel üdvözöllek, a nevem Jós István, ez itt az Ego Yoga, tehát a haladóknak szóló videó sorozat, ahol arról van szó, hogy a felnőtt korunk korszakaiban így hogyan tudunk haladni. Ugye sokat beszéltem már róla, a lényeg röviden, hogy minták által meghatározott mindenkinek a felnőtt korunknak az első időszaka. Azt szerint, ahogy gondoljuk, hogy hogyan kéne, amit magunk körül láttunk, és amilyen álmot magunknak kicűzünk, így megyünk valamerre, csak hogy ez válságba jut a 30-as, 40-es, olykor 20-as, de főleg 30-as, 40-es, 50-es éveinkre, így furcsaságok kezdenek jelentkezni, amit szokás. Van, aki depressziónak él meg, van, aki kiégésnek, van, akinél lesz szeretői viszony, van, akinél elhidegülünk a kapcsolatunkba. A lényeg, hogy valahogy így válságba jut az egész életforma. Mi elképesztően rémisztő, mert 10-20 év van már addigra benne. Na és akkor ilyenkor mi van? És ebből hogyan tovább? A mostani kérdés, ez egy ilyen helyzethez jött, ahol egy nagyon lelkesen induló kapcsolat után valahogy így visszazuhantak a felek, egy-két hónap talán elteltével, visszazuhantak abba, hogy tehát mintha így más nők is befigyelnének, és így mitől lesz ebbe változás. Ezt most elmagyarázom a férfi és a női oldalról is, de alapvetően amiről itt szó lesz, az, hogy a férfiaknak van szüksége, tényleg effektív szüksége, ahhoz egy nagyon fontos megértésre. Nem tudunk tovább menni, amíg ezt nem értjük meg. A férfiaknak kell alapvetően megérteni, de a férfiak nagy részt ezt egyébként nők által tudják megérteni. Tehát, hogy ez a videó most erről fog szólni, hogy hogyan tudod megértetni, vagy hogy próbáld esetleg megértetni a férfival. A férfiak nagy része nem az én videóimat nézi, bár nagyon megtisztelő, hogy egyre többen igen, hanem a férfiak nagy része nővel sokkal könnyebben bizalmas. A férfi életközepi megújulásának ez az egyik legfontosabb témája a nő. A nővel való viszony, a társ, hogy ki a társ, hogy honnan lesz a társ, hogy hogyan fog tudni társat választani, hogy hogyan tudok hűséges maradni ahhoz, akit egyszer választottam. Ugye a gátlástalan szabadság időszaka, a tudatos időszak, ami a vándor vagy kalandor időszaka a férfinak, ahol a kapcsolódás könnyedségét éljük meg, ez a pozitív, hogy megtanulunk kapcsolódni, megtanulunk figyelni, megtanulunk imádni, megtanulunk akár nőcsábászkodni, megtanulunk mesélni magunkról, megtanulunk a lelkünk mélységeivel lenyűgözni, tehát egy csomó nagyon-nagyon értékes dolgot tanul a férfi. És utána viszont így tovább jövünk, és a nagy nehézség, hogy tovább jövünk-e egyáltalán. Ugye, ez az egyik nagy nehézség ebben az időszakban, hogy tényleg muszáj, hogy cselekvésbe legyen. Tehát, hogy amíg még nem csinálja, nem kezdi el, utána is lesznek billegések. De lényeg, hogy ha még el sem indult, akkor meg végképp nem ez van még. És az időhúzásnak klasszikus tünete itt az, hogy férfinak valahogy túl kell élni. Írtam erről sokszor, az íme az ok, amiért csak megdugtalak, például volt talán a legösszefoglalóbb cikk. De hogy a lényeg, hogy itt teljesen normális, hogy visszatér a nőcsábászat, vagy bármilyen függés, mint túlélési stratégia, mert nem vagyok jól, és valahogy muszáj vigasztaljam magam. Tehát, hogy ez az egyik. A másik, és hogyha amikor már tovább jött is, még mindig megmarad az a kihívás, hogy oké, de ő a társ, és hiába működik vele a dolog, hiába működöm én ebben jól, hiába élvezem az ő hitét, az ő erejét, ami engem így megerősít, elbizonytalanodom. És tehát a férfi
És ugyanígy a nő is tud bizonytalankodni abba, hogy ez-e a férfi, ez-e az ügy. A férfi nyilvánvalóan ugyanígy tud, meg nyilván nőként választ-e engem, értem szerint. A férfi bizonytalankodásának a két oldala, és az egy bizonytalankodás két oldala még mindig, tehát mindig mondom, hogy ez egy érme két oldala, az, hogy egyrésztről ez a projekt, meg így kellett csináljam, tehát hogy az ügyben, és a másik meg a társ, hogy akkor így ő a társ. Szóval, hogy ahhoz, hogy ezt választani tudja, a férfinak meg kell értenie azt, hogy nem a szerelem a helyes orientáció. Tehát magyarázom most az egészet, hogy nem működik úgy a kémia, ugye? Persze, hogy nem működik úgy a kémia, mert már megszexeltem tetszőleges pozícióba, és kiéltem az ezzel kapcsolatos fantáziáimat, és mint minden klasszikus bika, ha csak az ösztön szinten nézem, már egy következő tehenet szeretnék. Tehát, hogy ugye a kémia alapján kapcsolódni lehet, a kémia alapján működni viszont már nem. Tehát, hogy a kémia lehet működni hetekig, lehet olykor hónapokig is, de hogy mindenképp kifut a kémia, mindenképp nyílik a kíváncsiság mások iránt, mindenképp vonzó lesz, hogy másokkal milyen volna a kémia, mindenképp vannak ilyen zsigeri, tényleg vágyak, meg betalálnak emberek, meg nők csábítanak, aminek ellen nehéz ellene. Tehát, hogy a kémia az tovább megy a következő célpontra. Nem a kémia miatt maradunk meg egymás társai, és ez a lényeg. És ugye itt megint a másik ilyen idevágó sor, hogy elementárisan kellene egymást kívánni, és utána jöhet a fizikai része. Lófaszt. De itt még marad ez az illúzió, és ezt le kell bontani a férfiak agyában, el kell mondani nekik, hogy nem a kémia, a társ nem az, a társ nem a kémia útján mutatkozik meg. Itt tényleg nem, és ezt nem kell elhinni meg teljesen, de hogy végül ez a nagy dualitás, tehát a férfi a tökéletességet kergeti az ügyben, de kergeti a nőben is. Eddigre, mire ide eljut az élete útján, már 20-30-40-50 éve fantáziál egy tökéletes nőről. Egy csomó tapasztalat, hogy ült, most már egész részletgazdagon ki tudja színezni azt, hogy néz ki, hogy öltözködik, milyen a stílusa, milyen a szexualitása, hogy csábít, hogy táncol, hány nyelvet beszél, teljesen mindegy. Tehát, hogy ez a tökéletesség ábránja az ilyen egészen brutálisan erős ebbe az időszakba. Azt, hogy ilyen nincs, azt nagyon nehéz kizárni. Végül a férfinek egy ilyen saját élményekkel legyen a szenvedés, meg az önsorsontás, meg a saját erejének a szétszórása, ami abból következik, hogy még mindig egy álmot kerget. Tehát, hogy ez az álom, a tökéletes társ az nincs, mert olyan értelemben nincs, ahogy fantáziaként a férfiben él. Tényleg kell erről vele beszélni, és másrészt kell, tehát tényleg fontos, meg lehet ebben segíteni, nekem is tényleg hasznos volt, velem nem beszélt senki, hanem én erről a dilemmámról annak idején írtam sokat, meg beszélgettem emberekről, és végül arra jutottam, hogy ez az egész téma, hogy tökéletes társ, meg tökéletes, tehát ez tényleg csak erről szól, hogy végül azt kell tudni férfiként eldönteni, hogy mi a fontosabb, a küldetés, vagy az álmaim. A küldetés a fontosabb, vagy az önzésem. Mert ha a küldetés a fontosabb, akkor a társ az, akivel a legjobban tudom ellátni a helyemet, a dolgomat, akivel a leghatékonyabb vagyok a helyemen, mint férfi, akkor az a társ, ha a küldetés a fontosabb. Ha a fantáziám a fontosabb, akkor persze a 25 éves, tökéletes alakú, teljesen mindegy, akit ráadásul 10 évente fiatalabbra cserélek, mert 25-ből már 35 lett, és megint 25-öt szeretnék. Tehát akkor meg ez, de ez végül élmény a férfinek, hogy nyilvánvaló, tehát hogyha nekem a társ, meg az, hogy még mindig újat cserélek, keresem, ez szűrelsen sok energia, és ez saját élmény kell legyen, hogy konkrétan veszélyeztetem az ügyem, a küldetésem, tehát veszélyeztetem a saját boldogságom ezzel, hogy még mindig a nőket hajkurászom. Ugye ennek a másik oldala, amit a napokban az interjúban mondtam, hogy a nőcsábász fogalmilag halogat. Tehát akinél az ex visszatér a képbe, vagy aki újra felmegy a Tinderre, az egészen biztosan halott. És ilyen értelemben, tehát így összefoglalva és lekerekítve, a két dolog, amiben segíteni kell a férfinak, aki tényleg bár nagyon lelkesen találkozott össze veled, de nem érzed, hogy most hasonlóan lelkes volna, vagy hiányol ilyen dolgokat, hogy kémia, vagy
vagy fú, hát elementális rágy meg kutyafüle. Az egyik, és másrészt meg a helyzet kulcsa még egyszer az, hogy az Egójóval közösségi oldalunk, ez a videósorozat, ez tagoknak szól, mégpedig azért, mert nem feltétlenül időszerű mindenkinek, ezt látom, nem úgy érzve ezt, hogy én bármit titkolni akarok, hanem más az az időszak, amikor még fedezd fel magad, fedezd fel a szabadságot, önismeretet, foglalkozz magaddal, állj bele, ugye ez a következő, ezt a tudatos korszaknak is hívjuk, mint ami ezután jön, ami meg a találd meg a helyed a világban korszak. És most a találd meg a helyed a világban korszakhoz szól ez a mostani videó, ezért csak tagoknak összeférhető. Itt az ősz, szuper, hogy visszatértünk, szuper, hogy itt vagy te is. Készülnek újra a videók, folytatódik a munka.